A szatmárberegi pálinka lovagrend évek óta meghirdeti az új pálinka ünnepéhez kapcsolódó párlatversenyét. Az idei évben alma, szilva és egyéb kategóriákban nevezhettek a hivatásos és hobbi főzők. A lovagrend tagjai a Magyarországon érvényben lévő 20 pontos bírálati rendszer alapján minősítették az 51 benevezett párlatot. Minőségi javulás tapasztalható az elmúlt évekhez képest. Nyilván az is hozzájárul hozzá, hogy sokkal jobb technikákat, technológiákat alkalmaznak. Ugyanakkor a versenykírásban szerepelt az is, hogy eredet igazolással kell leadni a pálinka mintákat. Tehát most kevesebb érkezett, mint az elmúlt esztendőkben, de mindegyik eredet igazolással el volt látva valamennyi pálinka. Ez garantálja azt, hogy vagy bérfőzett pálinka, vagy pedig a hivatalosan birtokban tartott pálinka főzőn állították elő ezeket a párlatokat. A 8 eredet védett magyar pálinkából 3, a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói megy a megyéhez kötődik. A pálinka fesztiválok, pálinka napok a gasztroturizmus területén is új távlatokat nyithatnak. Nagyon fontos és nagyon előremutató az, hogy most már egyrészt a pálinka versenyekben is egyre jobb pálinkák mérettetnek meg, másrészt pedig a főzdék is elmentek egy minőségi irányba, amely a turizmushoz kapcsolva valóban egy olyan gasztronómiai is élményt nyújthat magának a látogatónak, amely kiegészítve egyéb gasztronómiai elemekkel lényegében egy teljes vertikumot ad a turista számára, amellyel valóban méltán tudja vinni majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jó hírnevét, reméljünk, nem csak az országon belül, hanem határainkon túlra is. A pálinka verseny eredményhirdetése szombaton lesz a tarpai szilvanapon, ahol a 3 kategória legjobbjai kapnak arany, ezüst, illetve bronzérmet.